Na, hát akkor itt vagyunk a barcelonai kis lakásunkban. Ez a mai nap ugye nagyon spontán indult, mert úgy gondoltunk, hogy bemegyünk sétálni egyet. A városban. A városban. Mivel tegnap voltunk a strandon, picit, hát leégtünk. Ezért úgy gondoltunk, hogy azért jó lenne a tenger közelébe lenni, mert azért szép az idő. Itt nincs olyan nagy kánikula. Kánikula, mennyi van? 25 fok körül, plusz napsütő. Nem baj. Szóval a lényeg az, hogy ezért most bemegyünk. Elmegyünk a templomba. Elmegyünk templomba. Igazából ez a mai nap ez úgy semmi különösről nem fog szólni, igazából így levlogoljuk, hogy mit csinálunk, nem? Egy átlagos vasárnap. Amit terveztünk, templomba menni, barcelonaitánál sétálunk, utána elmegyünk megvenni egy használt terasz ilyen pici kis asztalkát. Székekkel. Viszont most megéheztünk, ezért... Csak egy gyors ebéd. Készen állunk. Vamos! Az ott a Camp Nou. Most hagytuk el a Camp Nou-t, hogy menjünk a metró felé. Let's go! Most megyünk le a metróba, és bemutatjuk a T10-es használatát. A jó dolog itt a metróban, a legtöbb állomáson, hogy mindkét irányba lehet majd menni, ha az ember már a föld alatt van, tehát nem az van, hogy át kell menni egyik lejáratból a másikba, hanem csak le kell menni a föld alatt, aztán az ember eldönti, hogy merre kell menjen. A misével végeztünk, lejöttünk ide a tengerparti részhez, bár ez a, ahol a kikötő van, úgyhogy azért itt nem lehet strandolni. Leértünk a Barcelonaitához, és hát megszomjaztuk, most azt gondoltuk, hogy vegyünk valamit, viszont az ember ahelyett, hogy az árusoktól venne, vagy ezektől a kis kioszkoktól, csomó helyen, még ha vasárnap is van, ezek a kisebb szupermarketek itt vannak, és ott lehet venni bármit. Menjünk meg. Oké. Okay. Ilyen volt a víz. Tudos, de? De jó lesz. Megint a sangria mojito. Sangria mojito. Mojito, sangria mojito! Hát, a strandolás után lejöttünk még sétálni egyet a Ciutat Ellába, ami igazából olyan igazából ez, mint a Liget, azt mondanám, itt van az állatkert is, mondjuk, tehát mint a Városliget, de még itt nem jártunk, viszonylag közel van. Lehet, hogy sokszor benn volt az ujjad? Az ujjad. Mert én másik oldalról fogom. Hazaértünk. Na és akkor most hazaértünk, és mielőtt még tovább mennénk a bútordarabért, még mivel kicsit megéheztünk, eszünk egy kis dinnyét. Igen, illetve vacsorára turalap pizzát fogunk sütni, aminek az alapját már el is készítettünk. Tura van benne egy kis gluténmentes liszt, meg origano, só, bors, meg hogy szoktuk belerakni? Ja igen, egy tojás, meg szezámmagot. És meg megmutatjuk a végeredményt is.
teszel. A vlogba részleteket. Ezt ugye nem. És már indulunk is a kis bútorainkért, közben itt megmutatom, hogy milyen event van. Mi az, ami itt van most? Valami? Nem tudom, valami helyi ünnep. Helyi ünnep. Van egy kis színpad, élőzene. De én beszélek. És megmutatjuk, hogy hol tároljuk az autót is. Itt a kis garázsunk, itt kell lemenni. Itt a lift. És lemegyünk a minusz 3-ra. Nem lehet autóval bejutni, úgyhogy tilos beleparkolni az autót. Vészvillogó van. Olyan, ja, egy policia lokál. Jó, most ne ijeszgessél, légy szíves. Jó. Na, de megvan a cucc. Csak az autó is legyen meg. Igen. Vagy lesz egy külön vlog arról, hogy hogyan mentsük ki az autót. Jaj, ne, és siker. Sikerült. Készül a turó alapú pizza. Aminek az a lényeg, hogy ez a lisztes turós massza a sütőbe kerül körülbelül olyan 15-20 percre. Hát, hogy jó barna legyen. Megsül. Majd rárakjuk a feltéteket. És utána visszatesszük a sütőbe még egy 5 percre, hogy összeérjenek az ízek, meg olvadjon a sajt, és aztán lehet fogyasztani. És teljesen visszaadja a pizza hangulatát, és hát pont ez a lényege, hogy mivel túróval van nagy részben készítve, ezért sokkal inkább beilleszthető a diétába. Az látszik, hogy ez nem egy tészta, tehát inkább egy massza, amit szétkentem. Alul előttől van olívóla, amit szétkentem a kezemmel. Utána a masszát kiegyengettem, úgyhogy a kanalat is így sokszor beolajoztam, vagy akkor így nem ragad rá. És érdemes a szélét minél egyenletesebbre így összedolgozni, mert ha egy nagyon szétlog, ahogy a túró által szétlognak, azok meg fognak égni, és akkor ott meg nem lesz jó. Na, hát szépen ide akkor kiültünk, a mi kis pizzánkkal. Az új kis asztalka és székek. Ennyi volt mára ez a vlog, reméljük, hogy élveztétek. Hogyha igen, meg hogyha nem, akkor is, akkor iratkozzatok fel. Igen. És találkozunk a következő videóban. Sziasztok! Sziasztok!